Köszöntöm Önöket az Álláspontban, ezen a héten is érdekes, kerületünk számára is fontos témákkal foglalkozunk. Két aktualitást is érintünk ez alkalommal. Javában tart a tél, sokan vásárolnak tűzifát, azonban az előforduló visszaélések miatt a Nébih folyamatosan ellenőrzi a kereskedőket. A tűzifa visszaélések elkerülésével foglalkozunk műsorunk második részében, előtte azonban még egy másik aktualitás, ugyanis a postai szolgáltatások változásai közül bizonyos módosítások februártól lépnek életbe. Erről beszélgetek Panulin Ildikóval, a Magyar Posta ZRT szóvivőjével. Köszöntöm a stúdióban, Ildikó. Jó napot kívánok! Hogyan módosul a levél, illetve csomagtermék portfólió? Úgy tudom, fontos változás az, hogy az eddigi 7 súlykategória helyett már csak 4 van. Hangsúlyozni kell, hogy csak a leveleket érinti a február 1-től hatályos változás, és valóban 7 súlykategóriánk volt eddig, 30 g-tól egészen 2 kg-ig, és ezt összevontuk 4-be. A 4 az azért volt szükséges, mert van egyszer a 30 és 50 g-os levél, ez az, amit a lakosság leginkább használ, hogyha kapunk egy normál méretű levelet, akkor az általában 30 vagy 50 g-os, attól függően, hogy 1-2 vagy 3 lapot hajtogatunk bele. Ez az, amit sokan használnak, és ami e fölött van, az nagyon kevéssé használja a lakosság, de egészen 2 kg-ig és A4-es méretig levélnek számít, és ezeket az 50 g fölötti kategóriákat vontuk össze. Ezt úgy képzeljük el, mint a nemzetközi gyakorlatban szokásos SML, esetleg XL méret, tehát igazából egyszerűsítettünk a portfólión, egy kicsit a feladóinknak, és itt már a tömeges feladókról, tehát az üzleti partnerekről beszélek, egyszerűbb, átláthatóbb lesz a rendszer. Muszáj volt ez a modernizáció, túl sok kategória, ehhez túl sok adminisztráció társult, úgyhogy ez az összevonás, de az összevonás ilyen értelemben a lakosságot nem érinti. Változnak-e az árak, és azok a változások, amikről itt összességében beszélhetünk, miben érintik a lakossági ügyfeleket, és mennyiben az üzleti ügyfeleket? Minimális változás van a lakosságnál, az inflációt nem meghaladó módon. Itt például a 30 g-os levélnél nem lesz a közönséges levélnél változás, míg az 50 g-osnál 5 forinttal drágább lesz, tehát 160 forint helyett 165 forint. Az elsőbségi leveleknél 5-5 forint változás lesz, itt a lakosságiról beszélek. A lakossági fölötti, tehát az üzleti partnereknek szóló áraknál nagyobb mértékű a változás, ott 9% fölötti. Ott első egy része a súlykategóriák összevonásából ered, egy része meg a normál évelei árváltozás, tehát hogy itt van egy komolyabb változás, de azt azért hozzá kell tenni, hogy nem önmagáért valók ezek a változások, és nem csupán az inflációt követik le, hanem a postának van egy nagyon komoly levéltechnikai fejlesztése, ami miatt muszáj egy kicsit átárazni ezeket a termékeket. Itt gondolunk arra, amiről tavaly már talán beszéltünk, akár itt is, hogy nyomkövethetővé válnak a könyvelt levelek, tehát ez a levél technikai fejlesztés, ez indokolja a változásokat. Miért hasznos a könyvelt levélküldeményeknek az elektronikus nyomon követése, illetve ez mikortól elérhető? Azért sokan vannak olyanok feladók, akik mondjuk a csomagot, amikor feladják, akkor átadják az információt, tehát azonosító számot a megrendelőnek, akár hogyha webről rendelünk. Ugyanez fog történni a leveleknél, hogyha felad valaki egy könyvelt levelet, tehát egy ajánlott küldeményt, vagy egy tértivevényes levelet, akkor van egy azonosítója, hogyha ő tudatni akarja a címzettel, hogy feladta ezt a levelet, megadja neki az azonosítót, akkor mind a ketten követhetik. Ugyanúgy egy ilyen nyomkövető alkalmazásba beírják ezt az azonosítót, és látni fogják, hogy mi történik. Mit fognak látni? Azt fogják látni, hogy levélfeldolgozóba került ez a levél, hogy kivitték a kézbesítő postára, hogy megkapta a kézbesítő, hogy a kézbesítő ezt kivitte aznap, és megpróbálja kézbesíteni, és arról is kapnak igazolást, hogy sikerült, vagy nem sikerült, és ha nem sikerült, akkor miért nem? Azért, mert nem voltak otthon, vagy azért, mert esetleg nem jó címre érkezett ez. Tehát fontos információkat közölnek, és a feladó biztos lehet abban, hogy tudja, hogy hol tart ez a levél, és például a tértivevénynél, amíg a tértivevény ez a kis papír, hogyha emlékszik ilyenre, amíg ez visszaérkezik, ugye ez egy igazoló irat volt arról, hogy valóban átvette, ezek általában hivatalos iratok, vagy valamely komoly értékkel, legalábbis szellemi értékkel bíró dokumentumok voltak, amiket tértivevényesen adnak fel az emberek, vagy hát inkább intézmények, de hogy nekik ez egy igazolás volt, hogy az illető átvette, ezt most elektronikusan fogják megkapni. Ez az egyik része a fejlesztésnek, és a másik része pedig az, hogy ösztönözni fogjuk, hogy elektronikusan adják fel a leveleket, tehát weben keresztül történjen ez a feladás is.
Tehát akkor a posta folyamatosan e felé halad, hogy a papíralapú technika helyett az elektronikus irányba terelje a szolgáltatásokat, mert ugye ez egyszerűsíti a dolgokat. Igen, tehát mit csinál a Magyar Posta? Leveleket kézbesít, csekkeket vár, hogy feladjanak nála, és csomagokat szállít ki a címzetteknek. Itt nem új szolgáltatásról beszélünk, hanem ezeknek a szolgáltatásoknak a modernizációjáról. A csekknél már van egy iCheck applikációnk, aminek segítségével akár otthonról is befizethetők a csekkek, amennyiben QR-kód van rajta. A csomagnál ott van ez a bizonyos nyomkövetés, küldünk SMS-t az ügyfélnek, hogy mely nap érkezik a kézbesítő. Most ugyanezt a levélnél is megtesszük, tehát modernizálunk egy szolgáltatást, mert ugye kiváltani nem tudjuk, és nem is akarjuk, hiszen ebből van a bevétel, hogy kivisszük ezeket a leveleket fizikailag, és nem elektronikusan érkeznek meg. Nem szabad elfelejteni, amikor mindig meg szokták kérdezni, hogy de hát az e-mail miatt biztosan alig van, aki már levelezik, hogy évente 600 millió levélről beszélünk, amelyet a posta kézbesít, úgyhogy ez még mindig egy nagy szám, és ugyan valóban van csökkenés az elektronizáció térnyerése miatt, de ennek a csökkenésnek a mértéke pár százalékos évente. Tehát azért még egy jó darabig vinni fogunk leveleket. És ennek a levéltechnikai változásnak az is egy jelentős pozitív hozadéka, hogy a papíralapú ügyintézés az csökken, és ugye ez a környezetet is kíméli, de számos más előnye is van ennek a dolognak. Igen, hát a környezetet kíméli, ez egy fontos szempont valóban, de igen az, hogy csökken az adminisztráció. Mi történik? Ingyen akár intézmények, üzleti partnerek, akár pedig majd a magánszemélyek részére is rendelkezésre bocsátunk egy a posta.hu-n elérhető alkalmazást, ami egy ilyen elektronikus feladójegyzék, tehát ide beírja, hogy kinek, milyen címre akarja feladni ezt a küldeményt, és ezt elektronikusan beküldi. Ugye az üzleti partnerek utána beszállítatják ezeket a leveleket, amiről egy listát küldenek be, hogy kiknek szól, míg a magánszemélyeknél ugye be kell vinni a levelet, de már ott van az elektronikusan elküldött adatsor, és ezzel ő kaphat egy azonosítót a levélhez, tehát utána követhetővé válik. Tehát valóban kevesebb az adminisztráció, nem kell kitölteni kis cetliket a postán, vagy az üzleti partnernek egy hosszú listát, tehát mindenképpen egyszerűsödik, és ugye ott van kéznél ez a bizonyos alkalmazás, aminek a segítségével gyorsan megoldható ez, tehát időt is megtakarítanak vele. Hol tudunk mindenről tájékozódni ezeknek az elektronikus lehetőségeknek, alkalmazásoknak a használatáról, letöltéséről? Maga a projekt az még nem ért véget. Novemberben volt egy pilot 7 település bevonásával, és ezután a pilot után most tavasszal tervezzük az országos kiterjesztését ennek a programnak. Azt fogják látni, ahol már ez megtörténik, hogy PDA-val, egy úgynevezett ipari mobiltelefonnak hívott készülékkel megy ki a kézbesítő, és ezen írja be, x-eli ki, hogy mit kézbesített, vagy mit nem és miért, tehát ezen viszi be az adatokat a rendszerbe, innét fogják látni az emberek, hogy náluk már működik ez a rendszer, illetve természetesen tervezünk erre marketingkampányt, szórólapokat, tehát értesíteni fogjuk a lakosságot, nem csak a sajton, hanem egyéb csatornákon keresztül is. Tehát akkor a kommunikáció hatékonyabbá válik az ügyfelek és a posta között, és ugye a szolgáltatások menete is, és ezt a kommunikációt sajnos ki is használják bizonyos emberek, hogyha jól tudom, és az adathalászattal elég sokszor élnek is, és visszaélnek ezekkel a bizalmi kapcsolatokkal, ha mondhatom ezt posta felé. Igen, az utóbbi időben akár a postánál, akár pedig távközlési szolgáltatóknál, pénzügyi szolgáltatóknál, bankoknál viszonylag sajnos gyakran előfordul, hogy adathalász támadás éri az ügyfeleket. A postánál nemrég volt egy ilyen, a múlt hét végétől érkeztek bejelentések, és gyakorlatilag azóta is van, hogy nyereményjátékot kínálnak fel a posta nevében, értékes nyereményt ígérnek. Ez egy nagy értékű mobiltelefon egyébként a legtöbb esetben. Úgy néz ki maga az oldal, ez böngészés közben felugró ablak, ami úgy néz ki, mintha a posta küldte volna ezt, és a posta logója is szerepel rajta, hiszen a postát mindenki ismeri, azt gondolják, hogy miért ne, a postának szoktak lenni nyeremény akciói, lehet, hogy ez az. Ami árulkodó lehet egyébként ilyen esetekben, hogy sokszor magyartalan a megfogalmazás, helyesírási hibák vannak benne, vagy ékezetek nélküli a szöveg, hiszen ezek általában nem itthonról indulnak, hanem nemzetközi bűnözői csoportok
csoportok azok, amelyek próbálnak így adatokat, és adatokkal pedig pénzt szerezni. Tehát sokszor magyartalanok ezek a hirdetések. Aztán még az is árulkodó jel, hogyha rákattintanak, hogy magában a böngésző sorában nem olvasható az, hogy posta.hu per, mint ahogy egyébként olvasható lenne. Érdemes ezeket megfontolni. Tehát mielőtt bármilyen nyeremény akcióra klikkelünk, azelőtt gondolkodjunk azon, és olvassuk el, hogy mi van odaírva, és a másik nagyon fontos dolog, hogy személyes adatokat kérnek itt. Itt konkrétan a postát besározó adathalásztámadásnál nevet kérnek, személyes adatokat, és bankkártya számot, ami rendkívül hátrányos lehet annak, aki bizony megadja, hiszen a cél az, hogy pénzt szerezzenek, és ez a leggyorsabb módja. Tehát, hogyha valakitől bankkártya adatot kérnek ilyen álnyereményjátékon keresztül, akkor már biztos lehet az illető abban, hogy ez nem a postának az akciója. Biztos lehet abban, igen, mert a Magyar Posta bankkártya adatot egyébként se kér. Mert miért kérne? De személyes adatokat sem kérünk, sem telefonon, sem e-mailben, sem pedig csak úgy a neten valahol. És esetleg, hogyha valaki nagyon alapos, akkor azt is vissza tudja ellenőrizni a posta.hu-n, tehát a Magyar Posta hivatalos oldalán, hogy valóban van-e ilyen nyereményakció. Nagyon sokan küldenek úgy belevelet, hogy csak értesítenek minket erről, hogy ő kapott egy ilyet, de ő tudja, hogy ez biztos, hogy nem igaz, de sajnos lehetnek olyanok, akik bedőlnek ennek az ígéretnek. És úgy tudom, hogy egy közleményt is kiadott a posta azért, hogy segítse az embereket, és hasznos tanácsokkal lássa el őket ezzel kapcsolatban. Itt ebben a közleményben felsorolják, hogy mik azok az intőjelek, amire oda kell figyelni? Nagyon sokszor felsorolják mindazok a szolgáltatók, vállalatok, akik érintettek ilyen támadásokban, tehát mi is megpróbálunk. Önmagában már az, hogy azt kiírtuk, hogy figyelmeztetés, mert visszaélnek a posta nevéből, és leírjuk az akciót, az már nagyon sokszor elegendő, tehát megkaptuk ezeket a pozitív visszajelzéseket, hogy azonnal összepárosítja, hogyha lát egy ilyet, hogy igen, ezt hallottam a rádióban, ezt olvastam az interneten, a hírek között, erről beszélt a szomszédasszony, és a postás kisasszony is mondta, amikor bementem hozzá, hogy ne dőljön be ennek, tehát, hogy nagyon gyorsan összepárosítják, és nem mindig jut arra idő, hogy elolvassák bizony ezeket a jó tanácsokat, de igyekszünk mi is megfogalmazni, mindannyiszor, ahányszor ilyen történik. Ildikó, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és mindezt elmondta. Remélem, hogy akkor sikerül majd visszaszorítani az adathalász eseteket, és azt is remélem, hogy a levéltechnikai változások beváltják a hozzájuk fűzött reményeket. Még egyszer köszönöm, és eredményes munkát kívánok a továbbiakban is. Köszönöm szépen. Maradjanak velünk, mert rögtön folytatjuk az Álláspontot. Arról adhatnak majd hasznos tanácsokat, hogyan ne váljanak áldozattá a különböző tűzifa visszaélésekkel, átverésekkel kapcsolatban. Műsorunk most következő részében dr. Nagy Dániellel beszélgetek, aki a Nébik Erdészeti Igazgatóságának igazgató helyettese. Köszöntöm a stúdióban, Dániel. Üdvözlöm és köszöntöm a nézőket. Köszönjük szépen a meghívást. Milyen visszaélések, problémák merülnek fel a leggyakrabban a tűzifa vásárláskor? Talán két fő csoportját különíteném el a problémáknak, amit hozzánk a tűzifa vásárlók bejelentenek. Az egyik az, amikor valaki nem annyi fát kap, amennyit kifizetett. A másik csoport pedig az, amikor nem olyan fát kap, amit kifizetett, tehát akár nem olyan szárazságú fokú, akár nem olyan fafajú fát kap valaki. Úgy tudom, hogy az átadott faanyag mellé egy ismertetőt is mellékelnie kell a kereskedőknek. Mire el kell kitérni ebben az ismertetőben, mit kell tartalmaznia? Ugye, hogyha jogszerűen működő erdőgazdálkodótól vagy tűzifa kereskedőtől vásárolunk fát, akkor három dolgot mindenképpen kapnunk kell a vásárláshoz. Az egyik az egy számla vagy nyugta, a másik az egy úgynevezett szállítójegy, erre a szállítójegyre fel kell írnia az eladónak, hogy milyen fafajú tűzifát adott el nekünk, milyen feldolgozottsági fokba adta el, ez méterbe van ez a fa, kuglizva van, fel van hasítva 25 centisre, 33 centisre, vagy esetleg más méretre. Le kell írnia az űrméterbe a térfogatát ennek az eladott fának, illetve tömörköbméterben, valamint, hogyha tömegre értékesít, akkor fel kell tüntetnie a tömegmérés helyét, a mázsa számát, és ha ezt nem a szállítójegyen tünteti fel, akkor egy mázsajegyet is csatolni kell. És a harmadik dokumentum, amit ön említett, ez az úgynevezett tűzifa vásárlói tájékoztató, amit minden ilyen szállítmány mellé át kell adni a fogyasztónak. Ezen a legfontosabb mennyiségi, minőségi paraméterek vannak feltüntetve, illetve néhány figyelemfelhívó információ, hogy lehet például a tűzifa mennyiségét fogyasztóként ellenőrizni, mire érdemes figyelni. Ez egy A4-es nyomtatvány, ennek a
tartalmát a NÉBI kötelezően írja elő a faanyag kereskedelmi lánc szereplőinek, és ezt a nyomtatványt kell átadniuk minden egyes szállítmányhoz. Nyilván aki a szabályoknak, jogszabályoknak megfelelően kereskedik, az odafigyel arra a kereskedői oldalon, hogy meglegyenek ezek a dokumentumok, de a vásárlók, fogyasztók mennyire vannak tisztában azzal, hogy igen, ezeket a dokumentumokat nekem át kell, hogy adják, és esetleg fel is kell hívnom rá figyelmüket, hogy ezt még szeretném átvenni. Egyre többen tisztában vannak ezekkel a szabályokkal, főleg, hogyha valaki egyszer egy megrendelésnél megégette magát, és nem azt a fát kapta, vagy sajnos vannak olyan csalásszerű esetek, amikor meg se kapják a faanyagot, csak kifizetik, akkor utána már tájékozódnak szerencsére a fogyasztók, és megnézik, hogy mit kell megkapjanak. De vannak olyan esetek, amikor rutinszerűen vásárlok, vagy már 10 éve ugyanattól vásárlok, akkor lehet, hogy először nem kéri senki, csak az a lényeg, hogy megjöjjön a fa, de egyre több tudatos vásárlóval találkozunk a tűzifa piacon is szerencsére. Egyre jobban szeretnék tudni az emberek azt, hogy mennyi fát vásárolnak, tényleg annyi fát kapnak-e meg, amit kifizettek, sőt, sokan azt is szeretnék tudni, és azért is igénylik ezeket a dokumentumokat, hogy fenntartható forrásból vásárolják-e ezt a tűzifát, mert ugye az a faanyag, amihez nem adnak papírt, számlát, nyugtát, szállítójegyet, sajnos nagyon sokszor illegális fakitermelésekből, erdőirtásokból származik, tehát ha valaki ilyenből vásárol, akkor lehet, hogy ahhoz járul hozzá, hogy ahova eddig kirándulni járt, ott már csak kopasz hegyoldalt talál. Mi mindenre figyeljünk a súllyal kapcsolatban? Tehát lehetséges, hogyha mondjuk nedves a fa, akkor nagyobb a tömege a megkapott mennyiségnek, de nem annyi, amennyit rendeltünk? Ez egy magyar hagyomány, hogy szeretünk tömegre, valaki súlynak mondja, súlyra faanyagot vásárolni. Ez talán onnan jön, hogy nagyon sokan sokáig, vagy a nagyszüleink szénnel fűtöttek, és ugye ott egyértelmű volt, hogy a szenet azt mázsára hozza a fuvaros. Fánál ez annyira nem praktikus, hiszen a fának nagyon nagy arányú a víztartalma, és hogyha tömegre vásárolunk fát, akkor főleg, hogyha friss fát kapunk, és jellemzően azt szállítanak ki kevés kivételtől eltekintve, akkor a vizet is megvásároljuk. Ugye mi mindenkinek azt szoktuk javasolni, lehetőleg a fűtési szezon előtt legalább 1 évvel, ha nem megy, akkor legalább a fűtési szezon tavaszán vásárolja meg a fát, lehetőleg dolgozza föl, és rakja szellős helyre, hogy a fa megfelelően ki tudjon száradni. Hogyha súlyra vagy tömegre vásároljuk ugye meg a fát, akkor 20-30% is veszt a tömegéből a tűzifánk, tehát ennyivel többet fizettünk. A NÉBI azt javasolja, hogy térfogatra vásároljunk fát, a tűzifa vásárlási tájékoztatón is ehhez vannak segítségek, átszámítási tényezők, hogy hogyan állapíthatjuk meg, hogy valójában mennyi fát vettünk. Most már a jogszabály is előírja, kicsit hasonlóan, mint az élelmiszereknél, hogy vissza kell számolni tömör köbméterre a faanyagot. Hogyha valaki nem csak ezt az egyoldalas tájékoztatót szeretné megnézni, amit a kereskedő átad, akkor a NÉBI honlapján, a www.nebik.gov.hu-n, hogyha beüti még, hogy EUTR, akkor talál egy tűzifát okosan című tájékoztató kiadványt. Ez egy kicsit hosszabban, de jóval több képpel illusztrálja, hogy mire érdemes odafigyelni a tűzifa vásárlásnál, az egyes fafajoknak milyenek a fűtési tulajdonságai, tehát nem csak a káccal jó fűteni, a cserrel, tölgyel is nagyon jól lehet fűteni, ha odafigyelünk, és hogy kell a térfogatra vásárlásnál eljárni, hiszen ha így térfogatra veszünk, akkor akár a gépkocsik platóján is meg tudjuk mérni, hogy mekkora térfogatú faanyagot vásároltunk, ezt egy kis képlettel vissza tudjuk számolni, és akkor össze tudjuk hasonlítani az árat, és sokkal nehezebb minket átverni. Sajnos ellenőrzési tapasztalatnál olyannal is találkoztunk, amikor a kereskedő a nagyobb tömeg elérése érdekében locsolta az értékesítendő tűzifát, tehát sokkal biztosabban mérhető a térfogatra vásárolt tüzelő. Mire figyeljünk a megrendelés során? Tehát vannak-e olyan gyanús jelek, amik azt jelezhetik, hogy nem szabad ettől a termelőtől vagy kereskedőtől vásárolni? Mindenkinek azt szoktuk javasolni, hogy egy kicsit nézzen körül a lakókörnyezetében, hogyha olyan helyen lakik, ahol vannak helyi termelők, amik ugye tűzifa esetén az erdőgazdálkodókat jelentik, akkor erdőgazdálkodótól, erdészettől vásároljon, vagy olyan kereskedőtől, aki az adott területen telephelyen rendelkezik, vannak olyan erdőgazdálkodók is, akik a lakóövezetekben nyitottak egy tűzifa telepet, és megvan a telephelyük. Minden esetben a hirdetéseknél is ellenőrizzük le, hogy feltüntették-e a hirdetésben az úgynevezett EUTR, ez a faanyag kereskedelmi lánc azonosító számot,
hogyha ezt az azonosító számot nem tüntették föl, akkor ezeket a kereskedőket kerüljük el, mert ők valamiért a szürke vagy fekete zónában mozognak, és ha később bármilyen panaszunk van, akkor sokkal nehezebb az ilyen jellegű igényeinket érvényesíteni. Az, hogy ez az azonosító szám valós-e, illetve egy adott telephely vagy kereskedő jogosult-e falnyak kereskedelmi tevékenységre, ezt a NABIC oldalán egy keresőbe le tudjuk ellenőrizni, ott be tudjuk ütni akár ezt a falnyak kereskedelmi lánc azonosítót, és megkapjuk, hogy a kereskedő akkor hol működtett telephelyet. Hogyha itt Budapesten vásárolunk, és a szám alapján az jön ki, hogy a kereskedőnek csak mondjuk Békésbe, Zalába vagy Borsodba van telephelye, akkor azért szintén kezdjünk gyanakodni, mert azért ilyen jelentős szállítási távolsága, ha valaki versenyképes árat tud mondani, ott valami nagy eséllyel nem stimmel, tehát ezért is jó a helyi termelőt, helyi telephelyen rendelkező kereskedőt keresni. Illetve van még egy nyilvántartás, ugye az előbbi a pozitív lista, hogyha úgy akarjuk mondani, és van egy másik nyilvántartás a NABIC EU-TR honlapon, ami a negatív lista, ezen azokat a hirdetéseket gyűjtöttük össze, ahol valamilyen problémát tapasztaltunk a próbavásárlás során, vagy maga a hirdetés valamilyen jogszabályi előírásnak nem felel meg. Ez lehet újsághirdetés, lehet internetes portálokon közreadott hirdetés. Ezeket különböző szempontok szerint tudjuk keresni, tehát például itt Rákos mentén meg tudjuk nézni, hogy Budapest ezen kerületébe hirdetette valaki úgy tűzifát, hogy ezt a NABIC ellenőrei nem találták szabályosnak, és hogyha valaki benne van ebbe a fekete listába, akkor különös óvatossággal járjunk el, hiszen akkor már valami problémát mi korábban tapasztaltunk. Említette a próbavásárlásokat, de milyen módon ellenőrzik még a kereskedőket, és pontosan mi mindent vizsgálnak ilyenkor? Ugye a próbavásárlásokat, azokat újsághirdetésekkel, internetes hirdetésekkel kapcsolatban folyamatosan végzik a kollégáim. Ennek az az oka, hogy azt tapasztaltuk, hogy így tudjuk legjobban megvédeni a fogyasztókat, tűzifavásárlókat a visszaélésektől, hogyha ezeket a hirdetéseket minél gyorsabban eltávolítatjuk ezekről a hirdetési felületekről, és el kell mondjam, hogy a média képviselői és ezeknek a hirdetési portáloknak az üzemeltetői partnerek az erdők védelme érdekében is, és a fogyasztók védelme érdekében is, és gyorsan eltávolítják ezeket a hirdetéseket. Emellett a NABIC erdészeti felügyelői közúti ellenőrzéseket is végeznek, más hatóságokkal együttműködve. Ezeket a közúti ellenőrzéseket a határok mentén mélységi ellenőrzésként is végezzük, ha importfalnyagról van szó, illetve a nyilvántartásaink és különböző kockázatértékeléseink alapján telephelyi ellenőrzéseket is végzünk. Az Európai Unió falnyak kereskedelmi lánc rendszere az előírja, hogy a falnyagot a kitermeléstől a fogyasztóig nyomon kell tudni követni. Ennek az a célja, hogy se az Európai Unió területén ne történjenek illegális fakitermelések, amik ellentétesek az adott ország erdővédelmi és természetvédelmi előírásaival, se az unión kívülről ne tudjon bejönni olyan falnyag, ami erdőirtásból származik, hiszen az a közös érdekünk, hogy ez ne tudjon forgalomba kerülnie. És ennek megfelelően a kereskedőknél, illetve első piaci forgalomba helyezőknél, akik behozzák ezt a fát vagy termelik, azt ellenőrizzük, hogy legálisan került-e ez a faanyag kitermelésre, végrehajtják-e a nyomonkövetési szabályokat, tehát meg tudják-e mondani, hogy honnan származik ez a faanyag, és hát az ellenőrzés egyik célja, hogy azt ellenőrizzük, hogy egy kereskedő például ne adjon el több faanyagot, mint amennyit vásárolt, hiszen az ilyen jellegű készlettöblet általában azt jelenti, hogy a vásárlók megkárosítása folyik üzletszerűen. 10 köbméter faanyagból 20 köbméter faanyagot árulnak ki, és ennek természetesen megvannak a szankciós következményei. Hol tehetünk pontosan bejelentést, hogyha ilyen előfordul velünk? Mi mindenkinek azt szoktuk javasolni, hogyha a fogyasztóként tűzifavásárlással kapcsolatban megkárosította valamilyen kereskedő, hogy a fogyasztóvédelmi hatósághoz tegyen bejelentést, illetve a fogyasztóvédelmi egyesületekhez, hiszen a fogyasztóvédelmi eljárás nagyon sok olyan fogyasztót védő garanciális eljárási elemet tartalmaz, amivel eredményesen lehet fellépni az ilyen fogyasztót károsító tűzifa értékesítési gyakorlat ellen. Köszönöm szépen, Dániel, hogy eljött hozzánk és felhívta a nézőink figyelmét, hogy mire kell odafigyelni, hogyha nem szeretnénk áldozatává válni a tűzifa visszaéléseknek, és hogyha mégis megtörtént a baj, akkor hova fordulhatunk. Még egyszer köszönöm, és eredményes munkát kívánok a jövőben is. Köszönjük szépen. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, újabb álláspont témákkal és vendégekkel ismét pénteken várjuk majd Önöket. Viszontlátásra!